Köszönöm, nagyon jól esett ez, Ervin. Sziasztok! Peti vagyok. Az elején egy picit hadd imádkozzak. Értetek magamért, egyszerűen csak az Úr örömére. Jézus, a neved kiöntött olaj, ezért szeretnek téged a lányok, és ezért szeret téged minden teremtmény. Jézus Krisztus, a te szent nevedre maghajol és hódol minden, az egész mindenség. És Urunk, örömmel borulunk le előtted, örömmel imádunk téged. Köszöntünk téged, drága jó atyánk, apu. Köszöntünk te végtelen Isteni trónodon, belőled a világosság atyából száll alá minden jó ajándék, szálljon alá most a te jó ajándékod, a Szent Szellem, Szent Lélek vigasztalása ránk. Köszönöm, Uram, az evangéliumot, az örömhírt, azt a tényt, hogy Jézus él, és mi élünk ővel. Amen. Nagyon örülök, hogy itt vagytok. Jézus nagyon szeret benneteket, és Jézusnak csodálatos terve van veletek. A ma este elején Csabi, Csabi mondott egy öt perces bevezetőt, amiben mindent elmondott én ahhoz csak egy nagyon pici lábjegyzet részt fogok tudni fűzni, amit felolvasott az énekek énekéből, ahogy azt magyarázta, amilyen lelkülettel itt álltál előttünk. Arra most Isten válaszát szeretném neked adni fogad szeretettel, és... Jézus Mária. Istentől kaptad, nem tőlem. Isten komolyan gondolja azt, hogy szerelmes belénk. Nem lehet a karasztan egy Istennek maghalni anélkül, hogy ne lenne takéletesen meggyőződve arról, hogy ez helyes, hogy ez jó, hogy ez teljes, hogy ez visszavonhatatlan, hogy ez mindenkire elhat, és mindenkit tökéletesen helyreállít abba az eredeti szeretet álomba, amit ő álmodott rólunk. Lehetetlen, hogy Isten úgy hallja maga köröszön, hogy ne tudná azt, a teljes szent háromság, az atya, a fiú és a szentlélek, hogy ez egy tökéletes győzelem. Hogy az a vér, ami Jézus Krisztusból kifolyt, az az Isten vére, az tökéletesen elég. Minden egyes ámbar legmélyebb sóvárgásának a betöltésére, minden egyes ámbar összes kérdésének ez a válasza, ami ott történt Jézus Krisztus köröztjén. Nincs, nincs több, nincs több annál, mint amit ott Jézus Krisztus elvégzett, és az Atya megdicsőítette őt harmadnapon, föltámasztotta őt. Tegnap este egy hatalmas kegyelmet kaptam. És Válaszul azt tudtam mondani annak a személynek, hogy ma a világ legboldogabb ámbará fog beszélni a magtapasztalt kegyelemről. És azon gondolkodtam ma, hogy ez mennyire erős és mennyire fönhéjázónak tűnhet. És utána Szentlélek így adott egy a számomra, hogy bennem lakik a világ legboldogabb embere, Jézus Krisztus. És ő beszél nekünk folyamatosan éjjel-nappal arról a magtapasztalt kegyelemről, amit ő magélt harmadnapon, hogy az atya föltámasztotta őt a halálból. Jézus Krisztus, aki gonosztevőként halt mag, mert így látták, mert meg kellett élnie és átéreznie az elhagyatottságot Istentől, mi érettünk őt, az atya, azzal a kegyelemmel ajándékoztam a harmadnapon, hogy föltámasztotta és igazolta az Istenségét. Ez az a dicsőség, ami Jézus Krisztus arcán ragyog. És ő lakik bennünk. Mindannyiunkban. Mindannyiunkban ott lakik a világ legboldogabb embere Jézus Krisztus, aki az ő saját tapasztalatáról beszél nekünk, éjjel-nappal, belül, kívül, mindenhonnan. Az egész világ zengi azt a dicsőséget, amit Jézus Krisztus megkapott. Az Úr dicsőségével telve van a föld és az ég. És ennek az ismeretében állok itt. Ezt az ismeretet hirdetem nektek. Ezt az örömhírt, ezt az evangéliumot. Isten kegyelméről, szerelméről, és a, és a szívünknek az ösztönös, természetes válaszáról, az imádásról fogok nektek beszélni, és ezért hallgassátok meg ezt az evangéliumi részletet Lukácstól. Egy farizeus meghívta Jézust, hogy egyen nála. Bement a farizeus házába, és asztalhoz telepedett. És íme egy bűnös asszony a városból, amint megtudta, hogy a farizeus házában étkezik, kenetet hozott egy alabástrom edényben. Megállt hátul Jézus lábainál, sírva fakadt, elkezdte könnyeivel öntözni a lábait, és megtörölte hajával. Csókolgatta a lábait és megkente a kenettel. Amikor a farizeus, aki meghívta, látta ezt, így szólt magában: Ha ez próféta volna, bizonyára tudná, kicsoda és miféle asszony ez, aki őt érinti, vagyis hogy bűnös. Jézus ezt válaszolta neki. Simon, mondanék neked valamit az így szólt. Mester, szólj! Két adósa volt egy hitelezőnek. Az egyik 500 dénárral tartozott, a másik 50-nel. Nem lévén nekik miből megfizetni, elengedte mind a kettőnek. Melyik fogja őt közülük jobban szeretni? Simon ezt felelte, úgy vélem az, akinek többet engedett el. Jézus pedig így válaszolt, helyesen ítéltél. Majd az asszony felé fordulva ezt mondta Simonnak, látod ezt az asszonyt? Bejöttem a házadba, és nem adtál vizet lábaimra. Ez meg könnyeivel öntözte lábaimat, és a hajával törölte meg. Csókot nem adtál nekem, ez meg amióta bejött, nem szűnt meg csókolgatni lábaimat. Olajjal nem kented meg fejemet, ez meg kenettel kente meg a lábaimat. Azért mondom neked, sok bűne, bocsánatot nyert, mert nagyon szeretett. Akinek keveset bocsátanak meg, kevéssé szeret. Aztán így szólt az asszonyhoz, bocsánatot nyertek bűneid. Erre az asztaltársak ezt kezdték mondogatni magukban. Kicsoda ez, hogy még a bűnöket is megbocsátja. Ő pedig így szólt az asszonyhoz. A hited megmentett téged. Menj békével. Most már fél éve, hogy arra indított a Szentlélek, hogy nézzek újra Jézusról szóló filmeket, a passiót, a Krisztus utolsó mag kísértését, a Föltámad című filmet, vagy épp most legutóbb a napokban a, a názáreti Jézus, a régi cefirelli alkotást. Nagyon-nagyon jó Jézusról szóló filmeket nézni. Nézzetek! Nézzetek ilyen gyönyörű, hatalmas, csodálatos művészi alkotásokat. Most, ahogy a napokban a Cefirelli rendezésében készült Názáreti Jézus filmben ezt az előbb felolvasott jelenetet láttam, nagyon sok mindent magértettem és magéreztem, és ebből írtam egy pici, rövid gondolatsort, ezt felolvasom most, utána majd folytatom élő beszédben is. Jézus a házba lépéstől kezdve érezte, hogy itt valójában nem szeretik őt, nem imádják őt. Isten azonnal észreveszi, amikor nem imádjuk őt. Mi nem vesszük észre azonnal, de ő igen. Vajon miért? Szüksége lenne az imádásunkra? Nem. De mi az imádás valójában? Mit lát Isten akkor, amikor látnia kell, hogy nem imádjuk őt? Semmibe vesszük őt, de nem is tudjuk, hogy semmibe vesszük. Ő ezt mindkettőt tudja. Tudja, hogy semmibe vesszük, és tudja, hogy ezt mi észre se vettük. Amikor nem imádjuk Istent, azonnal fuldoklani kezdünk. Azonnal elkezd kimenni belőlünk az öröm, a békesség, az erő, az élet. Isten azonnal látja, hogy mi történik velünk, hogy szenvedünk, és sajnál minket. Nem imádjuk. Tehát nem nézünk a szemébe észrevesszük a boltban, ha nem néz a szemünkbe a pénztáros, otthon a családtagunk, észrevesszük, ha emberek sosem hívnak meg minket az otthonukba, észrevesszük, hogy egy nap során mennyi szeretetet nem kapunk meg az emberektől, amennyit megkaphattunk volna. Észrevesszük, hogy mekkora szeretet hiányban élünk. Lukács 6:12. Jézus az egész éjszakát Isten imádásában töltötte. Az egész éjszakát Isten imádásában töltötte. Mi ez? Hogy lehet ez? Épp ma néztem az e-mailjeimet, és bagoly, kupa, sakkozás, 24 órás sakkversenyre hívtak. Voltam már egy párszor, de én soha nem tudtam ott végig lenni, csak egy pár órát voltam. Mindig egy szombat dél körül kezdődik, és vasárnap délig tart. De szombaton oda mentem a kezdésre, és akkor ott voltam este hatig, aztán elmentem, mert vasárnap délelőtt három szentmisét kellett tartanom, római katolikus papként, de értetek, vannak ámbarak, akik 24 óra hosszán karasztul sakkoznak. Nem alszanak. Közben magának néha egy picit pihenni, önni, de nem alszanak. Egymás után vannak a sakk Vannak ámbarak, akik 24 órában fönn vannak a munkahelyük miatt esetleg, mert kórházban orvosként dolgozik. És millió példát lehetne hozni. Ezt nem lehet máshogy csak imádásból. És mi az imádás? Az igazi, valódi imádás, azt csak Isten érdemli meg, csak ő méltó rá. Az imádás szeretettel adott, kizárólagos és teljes figyelem, mely egyedül Istent illeti meg ebben a figyelemben Istent minden fölött Úrnak ismerjük el. Azt mondta Jézus Krisztus a sátánnak, hogy távozz tőlem, sátán! Írva van, Uradat, Istenedet imád és csak neki szolgálj! Folyamatosan a világ arra húz minket, hogy valamit imádjunk. Hogy imádjuk a Facebookot, a lájkokat, like imádjuk a kormányt, a politikát, a sportot, imádjuk a testünket. Vagyis, hogy teljes, tökéletes, kizárólagos figyelmet és szeretetet adjunk mulandó dolgoknak. Ez az imádás. De ez egy óriási hazugság. Mert hogyha te belemész abba, hogy hagyod, hogy egy világi mulandó dolognak a vonzása beszippancson, akkor vele együtt pusztulsz el. Júdás imádta a pénzt, és kidobták a pénzzel együtt. Amit te imádsz, azzal együtt fognak téged kidobni. És ez kemény, ez is a kegyelem üzenete. Az Isten szerelmére kérlek benneteket, hogy fogjátok föl, hogy Isten szerelméből vagytok. Nem imádhatok semmi mást, csak azt, aki egyedül imádásra méltó. Nem imádhatjuk az egyházunkat se, a gyülekezetünket se, nem imádhatjuk még a dicsőítő zenéket se, nem imádhatjuk egymást se. De ugyanakkor a szívünk kiállt a szeretetért. Ma, amikor magáltunk idefelé egy benzinkúton, nagyon kellett vécére Mentem és bemantam a benzinkútra, köszöntem, vécé felé siettem, láttam, ki van írva, hogy csak a fizető vendégeknek ingyenes, tehát aki vásárol valamit a boltban, vagy hogyha benzint vásárolt, tankolt. És bemantam, elvégeztem a dolgomat, kijöttem, és úgy bennem volt az, hogy hát most mi nem tankoltunk, csak a dinnyét vásároltunk, vagy barackot, tehát mi csak épp, tehát én potyáztam volna, és akkor az volt bennem, hogy hát uram, én nem akarok hazudni, lopni még száz forintot se, és akkor kocsiból kivettem 300 forintot, visszamentem, vettem egy csokit, és, és néztem a, a benzinkutás hölgyre, aki ott a pénztárnál eladó volt, megvettem a csokit, kifizettem, ezzel le volt tudva az ingyenes vécézés, ránéztem a szemébe, és tényleg szeretettel mondtam neki, hogy köszönöm a munkáját. És rám se nézett, elfordult, mondott valamit, szívesen viszontlátásra. És ez nekem fájt. És én nem akarok úgy élni, hogy nem veszem észre a fájdalmaimat. Jézus nem akart úgy élni, hogy érzéketlen lett volna önmagához. Amikor ehhez a farizeushoz beszélt, hogy te, hogy té nem, nem csókoltál meg, amikor bejöttem a házba, hogy te nem öntöttél olajat a fejemre. Ezt Jézus nem kárhoztatásból mondta. Ugyanúgy, mint amikor Jézus azt mondta Saulnak, hogy Saul, Saul, miért a engem? Ezt a legnagyobb szeretetből mondta. Mert valójában te fuldok lassz. Az a benzinkutas csaj volt a nagy bajban, nem én. Hogy hatalmas bajban volt. Nem tudott a szemembe nézni, Emberek rabszolgaságban élnek, folyamatos haldoklásban vannak. A haldokló emberek nem az ágyon fekszenek, ott is, de az egy fizikai-testi elmúlás. A haldokló emberek itt járnak, kelnek köztünk, látszólag élnek, de szenvednek. Mert nem hallják az igazságot arról, hogy kik ők valójában. Mert nem tudják, hogy mennyire imádja őket Isten. Egy másfél évvel ezelőtt egy barátommal beszélgettem, péntek este 10 óra körül. Mondtam neki telefonon, mondtam neki, hogy figyelj, én szabad vagyok tőlem, hajnal kettőig beszélgethetünk, de hát tudom, hogy te egy családos puka vagy, feleség, három kisfiatok van, nem lesz már ez így késő. És akkor mondta, hogy neki ez most pont jó, már most már csönd van, és ez most neki is jól esik, hogy beszélgetünk, a gyerekek alszanak, és ahogy így mondja, mondja említi, hogy másnap a felesége Manny fog az egyetemre tanítani, és ő lesz otthon a három kisfiúkkal, picikék ilyen, négy és tíz éves kor között vannak, és ahogy ezt meséli, egyszer csak mond egy mondatot, imádok a gyermekeimmel lenni. És ez annyira megütötte a szívemet. Nem azt mondta, hogy imádom a gyermekeimet, azt mondta, hogy imádok a gyermekeimmel lenni. Ott azonnal nem mondtam erre semmit, de így visszhangzott bennem, és másnap is bennem volt, és azt éreztem, hogy ez az atya szava. Ez a mennyei atya szava. Hogy imádok a gyerekeimmel lenni, és ebből írtam egy kis verset, fogadjátok szeretettel. Ilyen refrén szerűen ismétlődik benne ez a sor, hogy imádok a gyermekeimmel lenni. Ez a, ez a sor az atya hangja, és a közte lévő sorok pedig az én válaszom, vagy lehet a te válaszod is, hogyha magadénak érzed. Imádás. Imádok a gyermekeimmel lenni. Szabadra nem szégyellek megrendülni, mert ezt mondod szüntelenül mindenben, szózatodat zengem a naplementében. Imádok a gyermekeimmel lenni. Örömöd felülmúlhatatlan. A verebek és a fecskék aranyat potyogtathatnak rám. Mindez semmi. Imádok a gyermekeimmel lenni. Egy perc alatt minden kívánságom teljesülhet, de ha ezt nem érzem, semmit se ér az életem. Imádok a gyermekeimmel lenni. Forró üstben főzzenek meg lassan, vagy nyúzzák le a bőröm villámgyorsan, semmi nem számít semmit. Imádok a gyermekeimmel lenni. Csoda királyom, csoda palotájának, csoda kertjében, csoda víz örökké csobogja. Imádok a gyermekeimmel lenni. Képes vagy teljes figyelmedet nekem szentelni, csak hagysz engem lenni. Imádok a gyermekeimmel lenni rám csak te parancsolhatsz. Parancsod puha párnám, ami egyszerűen ennyi, hogy imádsz velem lenni. Jézus az egész éjszakát az Isten imádásában töltötte, de mit csinált nappal? Nappal bennünket imádott. Appal bennünket imádott. Csak az imádás forró szerelmével tudta Jézus Krisztus ezt végigcsinálni. Azt a mérhetetlen magaláztatást, amit neki el kellett szenvednie. Van egy kis ügyefogyott hasonlatom a magaláztatásra. De most ez jön a szívemben ezt mondom el, Tény az, hogy nekem van egy olyan barátom, aki képzeljétek el, hogy olyan tudása van, hogy el tud vezetni egy Boeing 747-es repülőt. Ehhez mag van a megfelelő képzettsége, jogosítványa. És ugye van egy olyan kis eszköz, vidéken, falun ismerik. Ez én gyerekkoromban, makon mellett, földiákon ezt így használtuk, amit bárki elvezethet, ez a ez ilyen, ilyen trottyogó, amivel kimész a földre és hazahozol két zsák rumpit, vagy nem, kiviszed az eszközeidet, talán ilyen kis, vagy csettegő, nem tudom hol, hogy hívják, így házilag össze lehet barkácsolni ilyen, ilyen kis eszközt. Na most egy ilyen trottyogót, vagy csettegőt, vagy mi az szözt, bárki el tud vezetni. És ugye én ma ezt a barátomat, hogy vezess már el ezt nekem. És elvezeti ezt nekem szeretetből. De az ő tudásához mi méltó? Az, hogy azt a hatalmas repülőt elvezesse. És az méltó az ő tudásához, hogy én azt kérjem tőle. Az ő szívének, az Istennek, és itt váltok a hasonlatból a valóságra, Isten az az méltó hogy a Szent Lelket kért tőle. Azt mondja, hogy kérjetek és kaptok, mindent meg fogtok kapni. Tűzoltó lesz a katona, vadakat terelő juhász, ahogy mondja József Attila az altatóban, meg fogsz kapni mindent. Fogd föl, meg fogod kapni a házat, a kocsit, az egészséget a házastársat, vagy nem tudom micsodát, ami fáj, hiányzik, vagy nem úgy alakult, mag fogod kapni. De nehogy már úgy jöjjünk a mindenható Istenhez, hogy apró pénzeket kérünk tőle, hogy nem azt kérjük tőle, ami az ő szívéhez méltó. Azt mondja Jézus, hogyha a ti apátok magadja nektek a kenyeret, és nem követ, ha te éhes vagy, hogy ne adná maga mennyei atyád a szent lelket azoknak, akik kérik. Azoknak, akik kérik. Mi, kicsoda mi ki csoda a szent lélek? Az atya és a fiú közti egység. Az atya és a fiú közti kapcsolat. Az atya és a fiú közti szerelmes csók. Milyen az, amikor látsz egy családot, apa, anya, és kis fiatal gyerekeik vannak, fér, feleség, össze vannak bújva, és a kisgyerek be akar bújni oda közéjük. Én emlékszak rá gyerekkoromban, amikor féltem a szobámba, átrohantam, és így vetődtem be anyu és apu közé. A biztonságba. A biztonság, a szent lélek az a légkör, az a hangulat, ami az atya és a fiú között öröktől fogva van, őt kérd. És az, hogy kérd, az a te bizalmadról szól. Isten nem akarja nélküled elvégezni a te té boldoggá tételedet. Azt tudod, hogy hívják magerőszakolás. De nem ezt akarja. Szelíd. A szeretet tapintatos. Jézus az egész éjszakát Isten imádásában töltötte, és a nappalt azt is Isten imádásában töltötte, és az ámbarak szolgálatában szinte mondhatnánk így, hogy az ámbarak imádásában. Jézus élete minden pillanatát az Atya tökéletes imádásában töltötte. Láttál már embert, amikor Istent imádja? Én láttam. Hozzá sem merek szólni olyankor. Nem merem megzavarni, megérinteni. Ő most meghitten az Úrral van. Ki vagyok én, hogy ebbe belekotnyeleskedjek? Az Úr találkozni akar velünk ebben a maghítségben. És ahogy ezt a kis elmélkedést a film és az evangélium hatására végeztem, úgy a végén írtam ide egy kis imát, ami annyira szívembe jött, hiszem, hogy ez a szentlélek imája volt bennem, mert magamtól nem tudok imádkozni. Ő az, aki imádkozik bennünk. Ő imádja bennünk az atyát. Minden egyes ember templom. Ez az új szövetség kinyilatkoztatása. Minden egyes ember templom, akiben benned a Szent Háromság egy Isten végez belső liturgiát, Isten tiszteletet. Ha nem is tudsz róla, alszol, vagy beszélgetsz valakivel, vagy viccelődsz, vagy éppen bűnt követsz abban a pillanatban is a benned lakó Isten tökéletes Isten tiszteletet végez. Elvégezte, benned lakozva. Ezt hirdeti ki az új szövetség. A vallási szervezet alapján fölépülő zárt identitás pedig elválasztottságokat hoz létre. Jézus azt mondta, ti minnyáján testvérek vagytok. Ebből hogy jött létre a laikus klerikus? Térjünk az evangélium gondolkodására. Uram, kérlek, add meg nekem azt a kegyelmet, hogy szüntelenül imádhassalak. Uram, add, hogy minden és mindenki tökéletesen imádjon téged. Ezt írtam le az elmélkedés végén, és amikor ezt így leírtam, éreztem, hogy ez igaz. Hogy Isten, mondhatjuk így, hogy ezen fáradozik, hogy minden és mindenki az ő imádásában legyen. Mert Istennek nem az volt a kihívás, hogy magtestesüljön, és emberként átérezze azt, hogy milyen éhesnek lenni. Nehogy már azért magasztaljuk az Istent, mert hogy kipróbálta, hogy milyen éhesnek lenni. Nem ez volt neki a kihívás. Az volt neki a kihívás, hogy belőled, aki magadat szolgának tartod, egy önkéntes bizalmat kicsalogatva, szerelmes uralkodó társat ültessen maga mellé a trónjára. Na ez már egy Istennek is kihívás. Ebbe, eh ehhez már körözt halálkal, hogy elhidd. Hogy, hogy te, aki szolgálnak képzelted magad, téged az Isten szerelmes uralkodó társává formál, amit te önként belülről, bizalmaddal ajándékozhatsz neki. Kegyelmet adhatsz Istennek. Ez a te oldalad, kegyelmet adhatsz Istennek. Az a te kegyelmed Isten felé, hogy bízol benne. Nincs más az új szövetségben, mint felszólítás. Tehát az szövetségnek millió felszólítás van, ezt csináld, azt ne csináld. Az Új Szövetségnek egyetlen felszólítása van. Bíz tökéletesen a kegyelemben. Ez az egyetlen felszólítása van. És ezt még ő is meg tudja tanni. Ma a ebéd után megpillantottam ott azt a testvért, aki ott ül a tolószékben. Semmit nem tud tanni, de ezt igen. Tud bízni. Tud szeretni. És ezért van méltósága minden egyes embernek. Ezért van méltósága a fogantatástól a halálig mindenkinek. Mert mindenki isteni értékű. és hogy erre maggyőződésünk van, hogy azt mondja, hogy maghajol mindent térd. És szerintetek, Isten azt akarja, hogy rettegve hajoljon mag mindent térd? Félelemmel, mint egy, mint egy náci tiszt előtt a pisztolyt oda szorítja a homlokodhoz? Más maghalsz, vagy imádj engem. Jó, imádlak. Oké, okay, akkor nem halsz Ezt akarná Isten, hogy minden térd rettegve borul le Jézus Krisztus dicsőséges fensége előtt? Mert nála van a halál kulcsa, maga az alvilág, és bárkit pokolra küldhet. Hát ez nem kell sok ész. Hát ezt még én is meg tudom csinálni. Ez nem kell öröktől fogva örökké Istennek lenni. De ahhoz, hogy szabadságot és bizalmat ébresztem fel benned, és az magmaradjon. Mert élő kapcsolatról szól az egész örökké valóság, az is a bizalomról szól. Ne úgy gondolkodjunk az örökké hogy hát igen, itt nehéz, ott majd könnyebb lesz, de jól lenne már oda menni. Az örökké valóság is a bizalomról szól. Mert a kapcsolat az csak bizalomban állhat fenn. A különbség alapvetően annyi földi sátrunk leomlása előtt és után, before after között, hogy most a bizalmad vajúdásában van fájdalom. És ezt nem szabad tagadni. Jézusnak fájt, hogy ez a farizeus nem köszöntötte őt szeretettel. Jézus nem tagadta le az érzéseit. Integritásban volt önmagával. És tudta, hogy ő nem kapott most itt szeretetet. És ez egyrészt fájt neki, de ettől még jobban fájt neki az, hogy látta a másikat szenvedni, aki fuldokol abban, hogy nem imádja az Istent, nem szereti. És mind a kettő fontos, hogy nyilván fontos az, hogy Jézusnak fáj, ha nem szeretik. És fontos az, hogy neki fáj az, hogy neked ez mennyire rossz. És itt az ígéret. Tükörbibliás fordítás, Ézsaiás 45-23. Ezt figyeljétek a saját életem, a meggyőződésem garanciája mondja az Úr, hogy minden térd szabadon meghajol előttem az imádatban, és minden nyelv spontán módon ugyanabból az Isten által ihletett forrásból fog szólni. Filippi 2.10 jegyzetéhez írja François de Toa, idézve ezt az ószövetségi részletet. És 45.23. A saját életem a meggyőződésem garanciája, mondja az Úr, hogy mindentért szabadon meghajol előttem az imádatban, és mindennyel spontán módon ugyanabból az Isten által ihletett forrásból fog szólni. Napokban, ahogy készültem ide, mutatott az úr egy képet, viccesen azzal akartam kezdeni a prédikációt, de aztán éreztem, hogy ez a vicc, ez sértő lenne, úgyhogy a viccot nem mondom el, hanem a lényegre térak, hogy amikor Mária azt mondta az Isteni üzenetre, hogy igen, legyen nekem a téged szerint, tehát mond, Istennek igent mondott a szerelmi hívásra, a randira, a randi a szent lélekkel, aminek foganása következménye. Mert minden igen az Istennek, az benne teremt valamit, élet indul el, ez az élet a szentlélektől van. Mondja később az úr Józsefnek az angyal által vigasztalva, hogy hit, hogy nem paráznaságból van a gyermek. Tehát amikor Mária azt mondja, hogy igen, legyen nekem a te szerint, akkor kaptam ezt a, az érzést, ezt a képet, hogy a mennyei atya újongott a trónon, hogy igen, szeret engem, válaszolt nekem, igen mondott, és frigyre lép, abban a pillanatban frigyre lép az Isten és az ember, magtestesül. Minden igenad, minden bizalmad, minden nagyon nehéz helyzetedben kinyagod, sóhajod. Óriási kincs. Magrendült tőle az Isten szíve. És azt mondja, hogy ezért érdemes volt megteremteni a világot. Ezért magéri maghalnom hogy valaki önként bízik bennem. Egy teremtmény. Isten tudja azt, hogy az embernek nehéz bízni. És nyilván azért nehéz bízni, mert a bűnös identitás leuralja az elménket, de nem csak ezért nehéz bízni, hanem azért nehéz bízni, mert láthatatlanról van szó. Most itt mi mindannyian vagy tök elmebetegok vagyunk, és jobb nem minket pszichiáterhez küldeni azért, amit itt most művelünk. Ez a verzió, B verzió, az pedig az, hogy nincs más igazság, csak ez. Most ezt nagyon érdemes a szívedben eldönteni, nem azért, mint mintha ez dönteni el az objektív igazságot, mert az objektív igazság akkor is igazság marad, ha nem hisz benne senki. Láttad már Isten szívének legtitkosabb rejtekét? Teszem fel neked ezt a kérdést. És tudod, mi az igazság? Az, hogy igen, láttad már. Mindenki látta a karasztan lógni Jézus Krisztust. Mindenki. Mindenki tud róla. Mindenki tud erről az eseményről. Isten szívének legtitkosabb rejtekét látjuk amikor ott függ az Isten fia a fán, haldokolva és értünk imádkozva. És ez a magtapasztalt kegyelem. Végezetül fogadjátok szeretettel egy versemet. Hallgassd úgy, mintha Jézus mondaná neked. Így van a vers magírva. Vers után pedig egy picit fogok még imádkozni. Miattad. Miattad először semmit se tudtam. Miattad Emberül beszélni tanultam. Miattad minden földibe beleszerettem. Miattad minden mennyeit felettem. Miattad fáramáztam. Miattad barátra vágytam. Miattad remegve jöttem. Miattad legbensődből kinőttem miattad teljesen elvakultam, miattad még bűnné is vadultam, miattad minden testi kényszert megszenteltem, miattad a pöcegödröt is felkerestem, miattad tűzbe dobtak, miattad szemétként égni hagytak, miattad pucérra vetkőztettek, miattad testemen mocskos legyek szeretkeztek, miattad szárasság mart a torkomat, miattad kínlódtam a vádlásokat, miattad hollók vájták ki szemeimet, miattad szétszórtam a kincseimet, miattad vért izzadva sírtam, Miattad mindent kibírtam. Miattad eszemet vesztettem. Miattad tártként lógtam a kereszten. Miattad semmit sem ettem. Miattad bolondként megölettem. Miattad kárhozatba húltam. Miattad, mert már igaz vagy, Feltámadtam, miattad most te benned mély levegőt veszek, és minden szívdobbanásoddal elmondom neked, mennyire szeretlek. Köszönöm, Uram, Jézus Krisztus, hogy ez az egész igaz. Köszönöm, Uram, hogy meg fogjuk látni ezt a dicsőséget. Köszönjük, Urunk, hogy ebben a reménységben vagyunk, és ebben az ígéretben bízva dicsérünk téged. Urunk, örülünk már most, hitben járva, és vágyunk arra, hogy elvezes minket a teljes tapasztalásra. Köszönöm, Uram, ezt a szentestét most itt a testvéreimmel, ezt a karácsonyt, ezt az éjszakát, ami más, mint a többi, és azért más, mert a te szerelmed minden éjjelt mását az, mert a te szerelmed minden kanál levest mását az, mert a te szerelmed az mindent a ti szerelmed ajándékává váltasz. Na, köszönjük szépen! Nekem már nem sok minden kell mondanom, mert annyira hálás vagyok, hogy Ádám is, meg Peti is elmondták azt, ami így a szívükben van, és ugye beszédetből ismertetel igaznak, meg hamisnak, úgyhogy azt gondolom, hogy a ti szívetekben is sok minden van és nagyon hiszem azt, hogy ez mind jó és Istentől való dolog. <kül> Annyira nagy dolog előttem, hogy ilyen sokszínű az Istennek a, 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 az egyháza, és ilyen sok, 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 sokan és sokfélék vagyunk benne, és mindnyáján hordozunk annyi, olyan értékeket, amik, amik uh, fantasztikusak. És, uh, és ugye az egész áll össze egy, egy, egy gyönyörűségé és nagyon hálás vagyok ezért.